Éppen a beiratkozás zajlik a Nyíregyházi Arany János Általános Iskolában. Kizárólag április 21-én és 22-én van lehetősége a szülőknek a tanköteles korú iskolaérett gyermekek beiratására. Fontos változás, hogy az elmúlt évek online protokollja helyett idén kötelező a gyermek törvényes képviselőjének személyes jelenléte a dokumentumok véglegesítéséhez. Annyi könnyítés van a beiratkozásnál, hogy most online előzetesen lehet adatokat fölvinni a Kréta rendszerbe, ezzel meg lehet gyorsítani a beiratkozást, viszont személyesen kell mindenkinek megjelenni, bemutatni azokat a hivatalos dokumentumokat, iratokat, ami a Krétába fölvitt adatok valóságát igazolja. A szabad iskolaválasztás miatt nehezebb kalkulálni a jelentkezők számával. Könnyítés azonban, hogy a legtöbb általános iskolában idén már a járványhelyzettől függően tartottak előkészítő foglalkozásokat. Ez lehetőséget nyújt arra is, hogy az intézmények képet kapjanak arról, mennyien érdeklődnek az adott iskola iránt. Előzetesen akár több intézménybe is jelezhette a szülő a jelentkezés szándékát, beiratkozni viszont kizárólag egy helyre lehet. A döntés sokszor egy hosszú folyamat része, de a legtöbb szülő áprilisra már biztos a dolgában. Én is ide jártam ebbe az általános iskolába, és nagyon jó emlékeim és élményeim vannak az intézménnyel kapcsolatban, és nem volt kérdés, hogy ide jön a kislányom is. Az iskolai felvételről az igazgató dönt. A tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést minden esetben írásban kapja meg a szülő. A döntés ellen fellebbezni is lehet. Fontos, hogy ha a választott iskolába nem vették fel a gyermeket, akkor a körzetes iskolában kezdheti meg tanulmányait szeptembertől.